elindultunk, elkezdett gurulni a gép. Helyzetjelentés. Körülbelül egy órája repülünk, ez a helyzet kint. Csodálatos kilátás a Szántra. Hét ágra süt a nap, és már itt a kaja, jön a kaja. Ugye, ez egy nagyon fontos pillanat a repülésben. Már itt van a csávó, hozza a kaját ezerrel. Nádi sört rendelt. Én kólát rendeltem. Az én kajám marha hús, rizibizivel, rizsel, borssal. Nádi garnella rákot eszik. Az egész repülőn büdösség van, neki kéne nyitni az ablakot, szellőzünk ki egy kicsit. Marha hús. Végre valami finom. Nem elég, hogy büdös rákot adnak, még annak mellé büdös pácolt halat is. Szagoljon meg. Nem olyan büdös, de nem van semanyítva. Nagyon büdös. Oda is adom Nádinak, cserébe valamiért. Van nekem a söröd. Ez a legfinomabb dolog az egész menüből. Következő helyzet innen Kubából, elrepültünk Barcelonába, onnan meg vissza ide. Helyzetjelentés következik, az út felénél vagyunk. Az Atlanti óceán kellős közepén vagyunk. Itt a legnagyobb a burok a seggben, mert pont a felező vonalnál vagyunk. Minusz 61 fok van kint. Mint látható, közel vagyunk a Titanicnak az első érdési pontjához. Egyre jobban közeledünk New Yorkhoz, több mint 6 órája repülünk. Most hozzák a piát, kérek meg egy sört. Számoljuk a perceket, már csak 53 perc van hátra. Még csak egy centi van a térkép szerint. A csávok hozzák a sörömet. 42 perc van hátra. Már látszik a száraz, a fények. Harmincegy percre vagyunk New York-tól. 15 perc. Körülbelül 7 óra 10 perc alatt megérkeztünk New Yorkba. Itt vagyunk a JFK-n, átmentünk a passport kontrollon, beengedtek az országba. Megkeressük azt a metrót, ami elvisz a Grand Centralba, az 8. Már nem ülünk fel. Welcome to New York! Dikte, mekkora blokkok vannak itt, eszem megáll. És mennyi taxis? Oh my gosh! Na, megérkeztünk a szállásunkra. Ebben a házban a szállásunk. Tessék előre, 9. emeleten van, 41-es szoba, most keresgéljük, szembe látom. Bent vagyunk a szobába, így néz ki a szobánk. Komoly. Ez a kilátás.
Nézd csak! Itt a Chrysler Building. A Nádi bevásárolt Budweisert. Jó hideg. Már pizzázunk itt. Nagyon éhesek vagyunk. Nem bírtuk megállni. Nem tudom, mennyire látszik a Chrysler Building, előtt haladunk el. Hoppácska, Empire State Building. De nem megyünk most oda, majd holnap. Csak megmutatom, Empire State Building. Füstölgő kanális. Nem szeretem a füstölgő kanálisait New Yorknak. Ez kérlek szépen a Times Square. Nem tudom, hogyha hallottál erről a térről, az a neve, hogy Times Square. Mennyi reklám van itt, mi? Mindenhol csak reklámok. Lehet csodálni ezeket a fényeket. Na szóval az a lényeg, hogy megérkeztünk New Yorkba. 5-6 nappal ezelőtt még Kubában voltunk, azóta visszaértünk New Yorkba. Mert túl melegünk volt Kubában. Times Square-en itt van ez a piros lépcső, nem tudom mi a sztoria, de itt van. Mindenki felmegy rá. Talán innen jobban látszik ez az egész. Fent vagyunk mi is itt a lépcső tetőfokán, nincs tovább, itt a vége a lépcsőnek, innen már csak visszafele lehet gyalogolni. Mindenki fotózik ezzel. Ez itt, kérlek szépen, Rockefeller Center. Holnap megnézzük füzetesebben. Vigyünk haza valamit. Éjfél van már, nagyon fáradtak vagyunk. Hazaérünk és összeesünk. Eléggé kihalt, csendes a város. Én még nem láttam New Yorkot, de nagyon klassz. Fél egy, 9. emelet. Bevásárolt egy csomó szart. Itt van a szobánk, nem nagy, és mivel Manhattanben van, ezért ez a kis lyuk $100 kerül per nap. Volt egy kis vásárlásunk, minden egy kicsit nagyobb. Nagyobb. Szerencse van egy kis hűtő, bepakolom oda a dolgokat. Most lefilmezem neked a kilátást a hostelünk ablakából.